Üdvözlök mindenkit a Videodrom filmes csatornán, ismét 20 érdekességet hoztam nektek, mégpedig a Vissza a jövőbe 3 című filmről. Amikor az alkotók megkeresték Christopher Lloydot a harmadik résszel kapcsolatban, ő újra felvetette, hogy mi lenne, hogyha a sztori az ókorban játszódna, mondjuk Rómában. A producerek ismét elutasították felvetését az anyagiakra hivatkozva. Ugyanúgy, mint ahogy az első részben Ronald Reagan-től, itt Clint Eastwood-tól kértek engedélyt az alkotók, hogy használhassák a nevét. Sőt, még azt is külön engedélyeztették, hogy poénokat építsenek rá. Eastwoodhoz kapcsolódó érdekesség, hogy amikor az 50-es években játszódó jelenetben elhangzik a neve, a doki azt mondja, hogy sosem hallott róla. Az igazság az, hogy Clint Eastwood ekkor már színészkedett, bár nem volt sztár. Egyébként a háttérben feltűnik egy plakát, melyen egy olyan filmet reklámoznak, amiben játszott. Amikor Marty megérkezik az 1800-as évekbe, szinte azonnal megpróbálják felakasztani. Nos, ennek a jelenetnek a felvétele annyira jól sikerült, hogy a színész tényleg majdnem megfulladt és el is ájult. Az ZZ Top megjelenése a filmben szinte egy teljes véletlen. A forgatáson éppen technikai szünetet tartottak, az együttes ott volt a szetten, és Michael J. Fox megkérte őket, hogy játszanak valamit. Ebből egy kisebb buli alakult ki, amit rögzítettek, és belekerült a film végső változatába. Seamus szerepét Marty apjára írták eredetileg, tehát Crispin Glovernek kellett volna játszania. De a színész szerződtetése szóba sem került a második rész utáni jogi viták miatt. Annak ellenére, hogy Christopher Lloyd nagyon sok filmben, illetve tévésorozatban játszott, Klárával való csókjelenete az első csókjelenet karrierje során. Klára karaktere tulajdonképpen egy tiszteletadás Mark Twain lányának, aki nagyon hasonló balesetet szenvedett, de ő bele is halt. Láthatjuk, hogy a sheriff helyettes le akarja tartóztatni vadkutya Tennant rablás miatt. Az eredeti forgatókönyv szerint gyilkosság miatt kellett volna letartóztatni, ugyanis előtte lelőtte a sheriffet. Végül ennek a jelenetnek a kivágását a producerek kérték, mert úgy gondolták, hogy túl durva a gyilkosság ehhez a mozihoz. Robert Zemeckis kitalált egy nagyszerű poént, mely szerint a filmben a polgármestert játssza Ronald Reagan. Meg is keresték hivatalosan, de a volt elnök visszautasította a lehetőséget. Van egy jelenet, amikor Marty és a Doki beszélgetnek a mozdonyvezetővel, és azt szeretnék megtudni, hogy milyen gyorsan tud menni egy ilyen vonat. Ha jó alaposan megfigyeljük, láthatjuk, hogy a háttérben éppen pakolják le az órát. Észrevehetjük, hogy a harmadik rész főszereplője sokkal inkább Doki, mint Marty. Nos, ez egy tudatos döntés volt az alkotóktól, úgy gondolták, hogy a McFly családdal már eleget foglalkoztak, ideje a másik főszereplőre is koncentrálni. A filmben több olyan hátteret, illetve épületet felfedezhetünk, melyek feltűnnek Clint Eastwood Fakólóasz című filmjében is. Annak ellenére, hogy a trilógia az időutazásról szól, a rajongók viszonylag kevés hibát találnak benne. A film kedvelői úgy vélekednek, hogy egyetlen egy komolyabb időrendi probléma van a sorozatban, mégpedig a harmadik részben. Amikor Marty megérkezik 1885-be, a DeLoreannak kilukad a benzintankja, és ezért nem tudja használni. Na most sokan itt látják a problémát, ugyanis 1885-ben kellene, hogy legyen még egy DeLorean, mégpedig az, amivel a Doki érkezett. A tankjában pedig kellene, hogy legyen üzemanyag, hiszen a Doki azt írta, hogy az időáramkörökkel van probléma. Tehát abból le lehetne szívni a benzint, és azt használni a másik DeLoreanhoz. Később az alkotók azt a választ adták erre a problémára, hogy Marty azért nem használhatja a másik DeLoreant, mert pont neki lesz rá szüksége a jövőben. Michael J. Fox úgy nyilatkozott, hogy számára olyan volt a forgatás, mint visszaülni az iskolapadba. Minden nap valami újat tanult, például lovagolni, vagy éppen fegyverrel lőni. Azt is hozzátette, hogy úgy érezte, hogy a forgatás minden napja valami újdonságot tartogat számára. Annak ellenére, hogy nagyon sokszor írtak róla, és évről évre felmerül, valószínűleg most már sosem fog elkészülni a negyedik rész. Annak idején a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején a Universal mindent megtett, hogy elkészüljön a negyedik film. Több forgatókönyv változat is született, az első teljes szkript a 90-es évek végén. Ebben Doki volt a főszereplő, aki visszautazik az 1940-es évekbe és UFO-kkal találkozik Roswellben. Végül ez a forgatókönyv Robert Zemeckisnek, illetve Bob Gale-nek nem tetszett.
Ezek után egy teljesen új koncepcióval kezdtek el dolgozni. Ebben a változatban kameózott volna Michael J. Fox, azonban az összes többi szereplő új lett volna. Itt végül is az volt a Universal terve, hogy rebootolja az egész sorozatot. Robert Zemeckisnek és Bob Gale-nek ez a változat sem tetszett, így a Universal lemondott a negyedik filmről. Hát ennyi érdekességet sikerült összegyűjteni a Vissza a jövőbe 3-ról, remélem tetszett, ha tetszett kérlek nyomj egy lájkot. A videó alatt a leírásban megtaláltod a csatorna Patreon oldalának linkjét, ahol lehetőség van a támogatásra. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!